Az új buszpályaudvar megépítésének, amely az Európai Uniós projekt keretében valósult meg, egyik fontos eleme volt, hogy a régi buszmegálló nem üzemelhet. Horváth Richárd, 60 város alpolgármestere rámutatott arra, hogy egyetlen egy járat sem állhat meg és indulhat el a régi állomásról. Gyakorlatilag, ha ott megállnak a buszok, akkor veszélyeztetjük a projekt megvalósulását. Viszont a környéken lévő két buszmegálló, a Fekete Szobornál és a Grassalkovics kastélynál lévő buszmegálló túlterhelt. A fideszes városvezetés a megállók bővítését tervezi, viszont folyamatos akadályokba ütközik. A Fekete Szobor melletti buszmegálló jelenleg is túlterhelt és kicsi, nem alkalmas a feladat ellátására. Ennek a megnagyobbítása egy pályázat keretében történne meg, azonban ez a pályázat elakadt, ugyanis a közlekedés koordinációs központ és a minisztérium közötti egy jogértelmezési vita alakult ki, amelynek egyelőre nem látjuk a végét. Az a legnagyobb problémánk ezzel kapcsolatosan, hogy országos főutat érint a probléma. Ez azt jelenti, hogy a városnak semmilyen beleszólása nincsen. Így gyakorlatilag a közlekedés, tehát a KKK-nak a közlekedési koordinációs központon múlna ez a dolog, azonban mivel jogértelmezési víza van, így elakadt a dolog, és nem tudunk előrelépni. A kastély melletti buszmegállónál pedig ki szeretnénk alakítani egy zárt buszmegállót, egy esővédett buszmegállót, amit azonban azért nem tudunk végrehajtani, mert a műemlékfelügyelet nem járul hozzá, ugyanis hogyha ott egy zárt, fedett buszmegállót alakítunk ki, akkor az zavarja a kastélynak a látóterét. Az új buszpályaudvar megépítésével fizetős parkolókat kellett kialakítani. Az új buszpályaudvar projekt kapcsán valamiféle gazdasági tevékenységet kellett bevinni a projektbe. Az előző városvezetés ezt úgy oldotta meg, hogy Új-60-ban fizetős parkolókat alakítanak ki. Tehát ami az Új-60-i városközpontban jelenleg kialakításra került parkolókat érinti ez a kérdés. Gyakorlatilag ezt nem tudjuk megkerülni. Ennek a kialakítása, illetve nem kialakítása ugyanúgy veszélyeztetné a projekt megvalósulását. Azonban a 60 kártyával a 60-iak itt is ingyen parkolhatnak.